Üdvözlök, szeretettel benneteket. Újra itt vagyok, és nézzük meg akkor a mai ige hirdetést, jó? Legyen jó ízű a beszédet. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Kolossi 4 és 6. John Grishamet, a híres szerzőt, akinek számos regényét megfilmesítették, valaki így jellemezte. Nyílegyenesen célba talál egy nagyon gírba-gúrba ösvényen. Elbeszélései gyakran mutatják be a gazdag és megbecsült világ legalját. Megvesztegethető jogászokat, korrupt politikusokat és olyan rendőröket, akiknek a kezében hamar elsül a fegyver. Hősei ugyanakkor általában ártatlanok vagy gyermekek, mint a 11 éves kisfiú, az Ügyfél című regényben. Grisham azt mondta, hogy ő inkább rendes ember marad, nem akarja megtölteni könyveit szexel és vérrel. Nem hajlandó semmi olyat írni, ami sértené, vagy zavarba hozná az édesanyját, vagy a gyermekeit. Annak ellenére, hogy a kiadók világában sokan nem ezt jósolták, szemléletmódja kifizetődött. A cég című regényét több mint 20 millió példányban adták ki. Legidősebb rajongója, aki írt neki, 96 éves, legfiatalabb 10 éves. Olvasóinak többsége dicséri, mert nem trágár, nem használ közönséges kifejezéseket, és kerüli az erőszak vértől fröccsögő ábrázolását. A Biblia azt mondja, beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Kolossi 4 és 6. Figyelj meg a sóval fűszerezett kifejezést, másként fogalmazva jó ízűnek, is nevezhetnénk. Jézus azt mondta, mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. A jó ember jó kincseiből jót hoz elő, a gonosz ember gonosz kincseiből gonoszt hoz elő. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján ítéltetsz majd igaznak, és szavaid alapján ítéltetsz majd bűnösnek. Máté 12:34-37. Vigyázz hát, hogy beszéded jó ízű
legyél. Na, érdekes volt. Holnap jelentkezem, következik eljutatás. Szamarakat keresett, és rendeltetését találta még. Első rész lesz holnap. Majd megmutatom, majd meglátjuk az holnap, jó? Itt van a holnap is. Jó, hát nem látszott túl jó, de meglátjuk, jó? Holnap. Szép álmokat, és találkozunk holnap, jó? Éli adásba. Sziasztok!